Sziasztok! Ezen a héten egy újabb sorozatba vágjuk a fejszénket, és ez pedig az ISP Lab. Az ISP Lab elsősorban internetszolgáltatóknak szóló adássorozat lesz, és olyan termékekkel fogunk foglalkozni, amit vezeték nélküli vagy vezetékes internetszolgáltatók használnak internetszolgáltatói hálózatai kiépítéséhez. Első adásunkban a Cambium Networks Force 430-asával fogunk foglalkozni, ami már csak azért is érdekes, mert a videóvágásának és készítésének ideje alatt ez a termék még embargós, tehát nem szabad róla beszélni, és nem szabad róla a jeleneteket, meg videókat, meg képeket megjeleníteni. És amikor viszont már látjátok a videót, akkor már a terméket bejelentették lényegében, és akkor már fogható is lesz a kereskedelmi partnereknél. Kezdjünk bele! az EPMP családba tartozik. De egy érdekes hibrid, mert euh, míg korábban a pont, pont megoldások azok a PTP márka nevet, vagy típusjelzést euh, viselték, így az előző generációnál például PTP 550, PTP 550E, addig a FORCE megnevezésű kliensek az EPMP családnak a klienseit jelölték eddig. Persze használhatóak voltak pontpontra pontra is, de alapvetően a, az olcsóbb, kliens megoldások jöttek Force ö, márkanév alatt, vagy típus alatt. Na most itt megint felrúgni látszódik ez a rend, mert ö, ezt most úgy jelentették be ezt a terméket, hogy pont-pont megoldás, a Cambium Networks első AX alapú kültéri pont-pont megoldása, az AX alapú azért értelemszerűen a Wi-Fi 6-ot jelöli, vagy 802.11ax-et jelöl. A lényeg a lényeg, hogy ebben a kültéri házban már az új szabvány szerinti rádiók működnek, dolgoznak, és ebből adódóan 60%-os teljesítmény növekményt ígér a gyártó használata, használatakor. Kezdjünk bele a termék bemutatásába és a specifikációk ismertetésébe. Először is magáról a dizájnról ejtenék pár szót. Már pedig azért, mert ez egy teljesen új koncepció a gyártón belül, amíg más ö, gyártóknál már esetleg feltűnt. Kambriumnak itt először az első csőtápos gyári komplet ö, egy termékként szállított ö, megoldás, ami ugye tartalmaz egy parabolantennát, antennát, ami szintén csőtápos kialakítású, és maga a rádió is ugye, csőtápos, mint láthatjátok. Itt van a két antenna a két polárnak tulajdonképpen az antenna eleme, és ez nagyon hatékony rendszer. Azért döntött emellett a kambium, mert az AX szabvány, és ahogy majd léptelünk előre a különböző Wi-Fi szabványoknál, egyre fontosabb lesz, hogy minden egyes kis apró részletet optimalizáljunk a rádiós átvitelnél, hogy minél jobb rádiós paraméterek állhassanak rendelkezésre, hogy az új szabványból jövő teljesítmény többletet, az valóban ki lehessen aknázni. Hát ez a termék, ez egy jó példája ennek, ennek a próbálkozásnak, mert uh, ugye látható, hogy itt uh, az antenna kábel, mint olyan, az nem létezik ebben a termékben. Tehát van egy rádiónk a kültéri házban, és a rádiónak az azok tulajdonképpen ezen a panelen vannak tulajdonképpen végeztetve, az antennák itt vannak ebben, és ez közvetlenül az antenna tányéron keresztül, valamint ugye a fejen keresztül, Mindenféle egyéb veszteséget okozó tényező kiszűrésével azonnal a szabadba jut adás és vétel esetén, természetesen. Tehát e, ilyet tulajdonképpen más gyártó még nem adott ki pont-pont célra. Mert, mint említettem, ez a termék pont-pont célra van. Ugye más gyártóknál multipontra, kliensre voltak már ilyen próbálkozások, de az, hogy nagy nyereségű, pont-pont megoldást még nem dobott piacra más így ebben a formában 5 GHz-re. A termék egyébként, ugye, mint említettem, Engineering Sample, ezt láthatjátok a dobozon is, nagyon jó kialakítású már ennek ellenére, ez egy komplet fém ház, itt ez a fedőlap, ez műanyag, három jelszintet tudunk egyébként elkülönítve monitorozni már a back konfigurálásoknál azon kívül Ethernet Power és az SFP visszajelző ledünk van itt. Van egy SFP portunk, valamint van egy r 45 ös gigabites portunk, és ugye ezt így is jelölik meg, így van. Tehát az ugye azonnal kiderült, hogy ez csak point táplálható be ez az eszköz, mert nincsen külön power port, viszont földelésre van módunk, mert arra kapott egy külön lehetőséget ez a rádió. Oké, okay. tehát ez a Force 425. Egyébként látszik, hogy gond van egy kicsit a fejekben, mert annak ellenére, hogy pont-pont megoldásnak hirdeti elsősorban, a szempülön az van, hogy Force 425 SM. Az SM pedig ugye subscriber modult jelent, tehát ebből lehet arra következtetni, hogy esetleg a következő generáció, tehát a RPMP 4000-es szektorokra ez kliensként majd esetleg fel tud csatlakozni. Amit egyébként el is várunk tőle valahol, ha már a force megnevezés az, az tulajdonképpen rá lett aggatva. Oké, okay. hát egyrészt van egy rádiónk, van egy rádiófejünk, nagyon jó minőség egyébként, tehát ez, ö, esztergált alumíniumnak tűnik számomra. Ez viszont maga a, a fedő rész az műanyag, és ez le is pattintható, az látszik itt, de ez egy elég masszív történetnek tűnik így első ránézésre. Van hozzá egy darab tömszelencénk, amivel ö, a eteretet vagy a SFP-t tudjuk rögzíteni, bár erre nem vennék véleket, lehet, hogy a dobozban van még egy, én ezt most nem néztem meg, elnézést kérek. Meg van ugye az antennánk. De akkor a dizájnon túlmenően beszéljünk arról, hogy mik a specifikációk. Specifikációk. Tehát egyrészt Ugye ez a integrált változat tulajdonképpen, annak ellenére, hogy konnektoros, és van egy RPS más valós konnektoros kivitel is ebből. Arra ugye tetszőleges antennát tudunk majd de antennakábelek segítségével csatlakoztatni. Ez a 425, az a 400. Amit érdemes tudni, és nagyon fontos szám az az, hogy 12,5 bit per herces spektrum hatékonyság érhető el ideális esetben ezzel a termékkel amit hogyha ugye összevetünk a maximum 80 MHz-es rasterrel, akkor gigabit fölötti átvitelek valósulhatnak meg rádiós léren értelmszerűen. Előzetesen annyit tudunk a felvétel időpontjában, hogy még zavart környezetben is sikerült 800 megabit agregált kapacitást kisajtolni Indiában a szempől a beta, beta hardverekből, de a teljesítményéről inkább később. 2 x MIMO, maximum 80 MHz, egyébként a 40 meg a 20 is elérhető, természetesen, ha szűkebb rasterrel szeretnénk menni. Az antenna 25 decibeles, de opcionális kiegészítővel ez 28 decibelre növelhető. Egy, itt látható, hogy vannak felfogatási pontok körben, egy ilyen kiegészítő reflektort lehet majd ráaggatni, és azzal tulajdonképpen további 3 decibelt, ne felejtsétek el, jelszín duplázást elérni. 4,9-től 5,9 GHz-ig megy az átfogása a rádiónak, ami ugye helyet kapott ebben a kültéri házban, és 2 x rendszerű. Ami nagyon fontos, hogy 200 ezer csomag átvitelére tervezik, amivel RFC méréseknél esetleg ez jól fog jönni, és nagy teljesítményű pont-pont átviteleknél nem kevésbé. De az egy érdekes dolog, hogy a Combium elment abba az irányba, hogy RFC mérésekre optimalizálja a berendezéseit. Látható, hogy ez az eszköz, és maga a Combium Networks, mint márka, sőt maga a vezeték nélküli átviteli technológia, az kezdi magát beenni a nagyobb szolgáltatóknak a felhasználási körei közé. Jó, azt hiszem röviden ennyi, nem húznám tovább, többi részletet megtaláljátok az adatlapon, ezek a legfontosabbak, valamint annyit azért még hozzátennék, hogy három év garanciával érkeznek alapesetben ezek a termékek. De, mint látjátok, ez a low cost pont, pont megoldás, nem egy komplett alumínium öntvényről beszélünk, tehát árban jólnak ígérkezik, és ami ennél még fontosabb, hogy most a felvétel után ezt a termékcsomagot, mert ez egy pont, -pont link, ami itt nálunk van, ezt elküldjük egy partnerünknek, a énet Telekomnak, és ő egy, egy hónapos teszt alá fogja vetni a terméket, mind zavart környezetben fogunk teszteredményeket gyűjteni, valamint tiszta környezetben, hogy láthassuk, hogy mi az elméleti maximuma a pont-pont linkünknek. Száz Pétert fogjuk behívni, és ő mesél majd a tapasztalatokról. Folytassuk ezzel!